Kezdjük azzal, hogy sok emberben felmerül az, hogyha a drogok ilyen sok szenvedést okoznak, és te is sokat dolgoztál olyan emberekkel, akiknek a függőség hát elég rossz hatással volt az életére. Hogy lehet az, hogy más szerek, mint mondjuk a pszichedelikus szerek, az ayahuasca, azok meg pont, hogy segíteni tudnak a szenvedéssel szemben? Ezt sok ember szerintem nem érti, hogy ez hogy van. Erről tudnál egy kicsit beszélni? Orvosi szempontból persze akármilyen szernek a hatása lehet jó vagy rossz. Tehát, mint egy orvos, sok orvosságot kiírtam, aminek az volt a célja és a hatása, hogy segített embereknek, akár pszichiátri bajokkal, akár fizikai bajokkal is. Tehát abban, hogy egy anyag valakinek segítséget nyújt, abban semmi újdonság nincsen. Na most a drogok, amit az emberek használnak, mármint a drogfüggőség, azért károsok, mert függőséget okoznak, és kárt okoznak az emberi pszichébe és az emberi testbe és agyba is. De magába ugyanaz a drog, ami meg rossz hatása lehet, jó hatása is lehet. Például az ópium, illetve a heroin, amit ha az ember egy módon használja, kárt okoz, de például, hogyha valakinek komoly rák betegsége van, és sok csontfájdalma van, akkor egy áldás, ugyanaz az orvosság. Tehát mindig attól függ, hogy milyen könnyelmek között, és milyen okkal használjuk ezeket az orvosságokat. Na most ezek a pszichedelikus szerek szintén olyanok. Lehetnek rossz hatása, lehet jó hatása is. Általában sokkal biztonságosabbak, és sokkal kevés mellékhatásaink vannak, mint például a legtöbb pszichiátriai orvosságnak. Vannak olyan, több olyan eset, akik pszichiátriai orvosságot szed, és esetleg öngyilkos lesz. Vagy kárt okoz magának. Tehát, de az nem azt jelenti, hogy a pszichiátriai orvosságok nem tudnak segíteni. Soknak segítenek. Most a pszichiátriai szerek a jó körülmények között, a jó vezetőség alatt, a jó biztonságban nagy, komoly jó hatásai lesznek abból a szemben, hogy az emberek megismerik a saját öntudaton alatt vannak létező bajaikat, gondolaikat, érzelmeiket, és esetleg elfolytott tapasztalatait is. Tehát ebből sok jó tud következni, amit én személyesen tapasztaltam, és mint ilyen szertartó vezető sokszor láttam is, mint egy tanú és egy résztvevő. El tudom mondani, hogy hogyan hat az ayahuasca, és mi az a gyógyító potenciál, ami segít az embereknek, hogy működik? Ja, ez persze még mindig sok tanulmánynak a tárgya, hogy nem tudom, hogy tudjuk pontosan, hogy működik, de általában úgy működik, hogy mondjuk azt a határt, a tudat és a tudatalan létező énjünknek mondjuk eltörli azt a határt, és megismerjük saját magunkat nagyon mélyből, és főleg azok az agyszervezetek, az agyhálózatok, ahol a gyerekkori érzelmi tapasztalatok be vannak nyomva, azt felevenítik, tehát az emberek most tapasztalják, hogy mit folytottak el saját magukban, gyerekkorukban, milyen fajta traumákat, fájdalmakat. És amellett az ayahuasca egy mondjuk lelkészi szempontból, vagy a lelki szempontból az embereket kapcsolatba tudja hozni a saját igazi énjükkel is, azzal az énnyel, ami nincs izolálva, mint egy kis-kis egyén magadul, elzárkózott valaki, hanem aki oda tartozik az egész világhoz, és az egész teremtésnek egy része, és egy hozzárájója. Tehát ezt is fel tudja leveníteni. Tehát megmutatja a fájdalmainkat és a forrásait, és összekapcsol minket az egész teremtéshez. Ideálisan. Na, ez mindig történik? Nem. Könnyű? Nem könnyű. De ez a potenciája, és ezt gyakran látom. Mik a kockázatok, amikre érdemes odafigyelni, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne részt venni egy ilyen ayahuasca szertartáson?
Nézd, én tudok esetekről, ahol az emberek ayahuasca hatása alatt ki voltak zsákmányolva. Szexuálisan például bántalmazva. Egy sámán, aki nagyon, mint sámán, nagyon tudott és felképzett és expert valaki volt, de erkölcsileg teljesen züllött volt. Tehát, és ebbe persze nagy kárt tudott okozni, mert az emberek nagyon sérülékenyek a szer hatása alatt. Az is egy kockázat, hogy a szertartás esetleg jó, de nincs utána egy ilyen megelégítő angolul follow-up, hogy mondják ezt? Utánkövetés. Utánkövetés. Mert ezeket az eseményeket, amit a szer hatása alatt tapasztalunk, ezt most be kell valahogy illeszteni az életünkbe, és segítség és vezetésség támogatás van szükség. Enélkül esetleg volt egy szép eseményünk, vagy egy nehéz eseményünk is esetleg, de nem tudjuk beilleszkedni az életünkbe. Tehát elég szükség van. Tehát mit mondok? Azt mondom, hogy biztonságos és megbízható körmények és vezetés alatt kell tenni a szertartás és az utánkövetést is. Na most van nagyon néha, ezt láttam is, mert már 13 éve volt, dolgozok az ayahuascával, láttam, több száz emberre dolgoztam, láttam egy vagy esetleg két esetet, amikor az ember egy ilyen szichotikus kihatása volt. Ezt magába lehet kezelni, és sikeresen, még úgy is, hogy az ember a résztvevő nagy tanulságot tud ebből levonni, és nagyon egészségebb lett miatta, de ezt kezelni tudni kell. És ugye nincs erre ott a resources. Források, erőforrások. Ja, akkor baj van. Ezek a fő kockázatok. Ez nagyon ritka egyébként. Hallottam, hogy volt Magyarországon is egy ilyen eset, és ebben persze mindig nagy botrány lesz. Erre csak ezt testen meg tudom érteni, és ezt nagyon-nagyon-nagyon ritkán láttam én is, mondom, 13 év alatt egyszer, vagy esetleg kétszer láttam, és ezt jól tudtuk lebonyolítani, de ez természetesen megijeszti az embereket, és még megriadnak ettől. Ezt csak azt tudom hozzáfüggni, hogy amit már mondtam az előtt is, hogy ez akármilyen fajta orvossága megtörténhet, sőt, meg is történik. De ebből nem lesz botrány, ezt elfogadjuk, hogy ez egy természetes mellékhatás ritka esetekben. Állítom, hogy a magyarországi esetben szintén ez volt a helyzet. Mit gondolsz, hogy hogyan kellene ezt az egészet szabályozni? Hogy lenne ez az ideális, hogy hogyan találja meg ez az útját a mainstream ellátásba? Hát először is ezt a blödséget, hogy ezek a szerek törvényellenes, ezt abba kell hagyni. Sokkal biztonságosabbak és sokkal kevésbé veszélyesek, mint sok orvosság, amit az orvosok írnak ki, mint amit én írtam ki. Ayahuasca nagyon ritkán okoz, vagy nagyon-nagyon ritkán okoz. És ez nem csak én állítom, ez már több éve keresztül mélyen tanulmányozó volt, és a tudományos irodalom kimutatja, hogy a veszély, a rizikó nagyon kicsi. Például gombákkal, a psilocybin gombával csak úgy tud megölni valakit, hogy egy tonna gombolat eltemett valakit, akkor esetleg abból meg tud fulladni ettől, de másképpen majdnem nincs komoly mellékhatás. Tehát ezek sokkal biztonságosabb, mint a legtöbb orvosság, amit orvosok írnak. Még egy aszparintől is halálra tudsz vérezni például. Tudod, nem gyakran, de megtörtént. Tehát a rizikó ezek az orvosságokban nagyon kicsi, és a jó hatás nagyon biztató. Tehát
analfabéta hozzáállás az, hogy ezek az orvosságok, szerek törvényesen annak legyenek. Ez csupa félelem és csupa tudatlanság. És egyébként szerinted csak az autentikus, mondjuk dél-amerikai sámánoknak kellene azt engedélyezni, hogy ezzel foglalkozzanak, hogyan kellene kiképezni azokat a segítőket, akik ezzel foglalkoznak? Az ayahuasca az egy növény, ami a dél-amerikai amazoni dzsungelben létezik, ezt legjobban a benszülött sámának étik, és ez persze természetes. Például senki se tud olyan jól táncolni a csárdást, mint a magyarok, tudod? Ez így van az ayahuascával is. De vannak esetleg külföldiek, észak-amerikai vagy európaiak, akik, ha komolyan tanultak a sámának vezetése alatt, azok is nagyon jó szertartást tudnak vezetni. Ezt láttam én, tapasztaltam saját magam is. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen és jó szerencsét mindenkinek, és gratulálok ezzel a találkozáshoz.